Sziasztok! Hamarosan jelentkezik a Parallaxis évadzáró speciális adása, ami egy dupla adás lesz. Június 23-án jelentkezünk, és hát egészen fantasztikus az étlap, ugyanis hát nem más lesz velünk, mint például Brian Schmidt professzor, az ausztrál-amerikai asztrofizikus, aki 2011-ben Nobel-díjat kapott azért több társával együtt, mert felfedezték, hogy a világegyetem gyorsulva tágul. Hogy miért érdekelt ez minket? Ebből kiderülhet, hogy mi lesz az univerzum jövője, mi volt a múltjában, mennyi anyag van benne. Ezen fogunk elmerengeni. Egyébként épp úgy nem csak a tudomány, hanem még ráadásul még a teológia szempontjából is, hiszen Claudia hittantanárnőként hozzá fog tudni tenni ezt, azt még ehhez az aspektushoz is. Jól ismert, hogy ön egy sikeres és elismert borász Ausztráliában. És ha jól emlékszem a híradásokból, ön még a svéd királyt is megajándékozta egy üveggel a saját borából, miután megkapta a Nobel-díjat. Hogyan? Még előtte, még a díjátadó előtt adtam neki. Tényleg? Oh, really? Wow. Yeah. Igen. Amikor kezet ráztunk a színpadon, azt mondta nekem a király, hogy köszönöm a bort, nagyon finom volt, nagyon ízlett. Vagyis addigra már meg is itta. És aztán pedig Dávid Gyulával is fogunk beszélgetni, aki hát az ország egyik kedvenc fizika tárgyú ismeretterjesztője, az Atomoktól a Csillagokig előadás sorozatnak az egyik központi figurája, akiről nagyon alaposan végig fogjuk beszélni azt, hogy mi vár ránk a következő 137 kvintillió évben, úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk, június 23 évadzáró Parallaxis Podcast. Csillagok lassan kialszanak, vannak, amik felrobbannak és szétszóródnak, a kisebbek azok szép lassan kihújnak. Mi történik ilyenkor például a Földdel? Hát a csillagoknak a történetének van egy olyan korszak, amikor fölfúvódnak nagyjá, a nap például olyan vörös óriássá fog válni, ami majdnem a Marsig ér. Tehát a Föld a nap légkörében fog keringeni. Ne felejtsük, egy napnak a tömege nem fog megnőni, tehát a napnak az átmérője körülbelül 200-szorosára fog megnőni. Tessék ezt köbbre emelni és kideríteni, hogy hányszorosan lesz a térfogata, és ennek megfelelően hányszor kisebb lesz a sűrűsége. Tehát amikor azt mondjuk, hogy benne leszünk a nap légkörébe, az azt jelenti, hogy kicsit ritkább anyagban leszünk, mint a jelenleg a laboratóriumban előállható vákum. De ebben gyorsan száguldozó pár ezer fokos részecskék vannak, földről szépen leégetik a légkört meg az óceánt, hát hogyha utódainknak szerencséje van és nem háborúzással foglalják el magukat, akkor ezelőtt elmenekülhetnek. Ez 4 milliárd év múlva aktuális. Utána a nap lefújja a külső rétegeit, összezsugorodik fehér törpévé. Amikor a 70-es években ilyet mondtam egy előadáson, hogy egy vörös óriásból előbb-utóbb fehér törpe lesz, akkor a pártitkárok csúnyán néztek. Hát pedig ez tényleg egy csillagászati tény. És a napból a fehér törpe lesz. Tehát a fehér törpék egy idő után szép lassan kialszanak, fekete törpék lesznek. De ott keringenek körülöttük a kicsit megpörkölt bolygók. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis